elmúlt években Bezsák Sándor nagyon sokszor hozta elő pont akár a házat hazát mozgalommal közösen, hogy hogyan lehetne a fiataloknak a lakáshoz jutását elősegíteni, és milyen programot lehetne beindítani akár korábbiakkal, akár másokkal. Mert pontosan azért hozzuk létre ezt a programot, hogy akik még csak Gyugics élnek, vagy még a szüleik örömmel lennék, hogy a Gyugics élnének, azoknak legyen egy saját gyermekszobája, legyen a családnak egy méltó helye arra, hogy a mai kor követelményei szerint gyermeket vállaljanak. Nem ez az első intézkedése nyilvánvalóan a kormánynak a családok támogatására, ezért indítottuk el először is a családi adózásnak a rendszerének a bevezetését. Több egymás után következő, egymást is segítő vagy fokozó hatású intézkedésről van szó. Bízunk benne, hogy ezt egyre többen fogják igénybe venni. A mai fórumot is azért szervezte Bezsák Sándor, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ez olyan, ami az utóbbi évtizedekben nem volt, és bízunk benne, hogy a családok számára ez egy érezhető támogatás és megsegítés lesz, és abban is bízunk, hogy ez a magyar gazdaság számára is egy újabb lendületet fog adni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.